vettem lottót, hogyha lesz, akkor a első dolgom lesz újabb mozikat nyitni. Budapest filmnek 6 mozija működik, ezek közül 5 különböző helyszíneken artmoziként működik, tehát ott kötelezően, meg hát legjobb belátásunk szerint is főleg művészfilmeket vetítünk. Ez az egész Budapest filmes hálózatnak a legnagyobb moziterme. Sok szempontból kivételes a Corvin, mert egyrészt hát van valami egészen különleges történelmi státusza. Hihetetlenül érezhető a mozi körül is, a moziban is, hogy ez nem csak egy épület, hanem ez egy majdnem szakrális hely. És hát Józsefvárosban ez egy mozink van. Ez is egy különleges helyzetet ad a Corvinnak. Úgy működik, hogy félig művészmozi, fesztiválmozi, de azért, ha nagyon akar, akkor tud ilyen Commerce Plaza mozik szerűen is működni. De nem ez a célunk. Nekem legalábbis a következő években, amikor a Corvinnak a fejlesztéseiről kell dönteni, egy ekkora épületet folyamatosan fejleszteni kell, mindig döntéseket kell hozni, hogy mi legyen a következő lépés, milyen élmény legyen a nézők számára a Corvinba bejönni. És hát az a helyzet, hogy pont emiatt a legizgalmasabb, legszebb kihívás nekem, hogy a Corvin mozinak ezt a általam nagyon is átérzett lelkületét jobban kifejezésre juttassam minden egyes részletben. Azt szeretném, hogyha a Corvinnak ez az egyedisége sokkal inkább érezhető lenne. A Józsefvárosi volta is nagyon jó lenne, hogyha érződne, hogy ez nem csak egy nagy mozi a sok budapesti nagy mozi között, hanem ennek pont itt kell lennie, és nem véletlen, hogy itt van, és akkor már olyannak is kell lennie, mint amilyen mozinak ugye a Corvin közben lennie kell. Én nagyon szeretnék a közösség felé nyitni, tehát nem csak passzívan várni, hogy az általunk kitalált műsorra bejöjjenek a nézők, hanem kimenni a nézők irányába nyitni. Ennek a legegyszerűbb módja nyáron kertmozikat nyitunk, ahol csak bírunk, ahol egy kis zöld zsebkendőnyi területet találunk, és összebírjuk hozzászedni a technikát, meg az engedélyeket. Ott ilyen pop-up ideiglenes kertmozikat nyitunk, és hát ameddig lehet vetítünk esténként. Természetesen maga mondjuk nevezzük úgy a közszínházak mintájára a külmozi, tehát az állandó fix télen-nyáron játszó mozik is közösségi terek. Arra épültek, hogy emberek együtt nézzenek benne filmeket, mert egyébként a mobilomon a saját ágyamba fekve nyugodtan megnézhetem a Trónok harcának az összes részét, de az nem ugyanaz, mint amikor bent ülök 50-100-150 emberrel együtt, akik pont ugyanazt a filmet választották, velei közösségi jellegű. Nyárra előkészülünk, és ezeket a kertmozikat létrehozzuk. 8. kerületben is nagyon szeretnék többek között, de lesz még sok más helyen. Tehát egyrészt egy jó dolog, másrészt meg muszáj is arra figyelni, hogy mi az, amit szívesen megnéznek az emberek, és persze a lehetőségek közül mi az, amit vetíteni tudunk. Nyilván én is minden estémet így akarom tölteni. Nagyon sokat fogok beszélgetni a nézőinkkel, vagy a potenciális nézőinkkel, akik esetleg eddig valamilyen okból nem jöttek el, de a kertmozi az, ha már útba esik, akkor benéz. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit gondolnak az eddigi ténykedésünkről, és milyen tanácsokkal szolgálnak a jövőre nézve. A terveim között szerepel az is konkrétan, hogy olyan közösségeket keresünk meg, hogy milyen ötleteik lennének mondjuk egy új mozi nyitására, vagy egy kertmozira, vagy hogy milyen filmeket szeretnék látni, de én nagyon-nagyon szeretnék sokkal közvetlenebb viszonyban lenni a civil társadalommal, a városlakókkal, mert hát ez az egész mozi hálózat, ami most megvan, ez övék. A közönség, meg mi együtt biztos, hogy valami újat és valami jót ki tudunk hozni. Rajtam nem fog múlni, hogy jól sikerüljön. Így körülbelül nullszaldós működik a Budapest film, tehát azért így nagyon messzire szaladni nem tudok, hogy akkor ezt a házat is megveszem, meg azt a palotát is, és mozivé alakítom majd, de vettem lottót, hogyha lesz, akkor a első dolgom lesz újabb mozikat nyitni, de távlatilag pedig az van, hogy most már bővülni szeretnénk, tehát szeretnék új vetítőhelyeket alapítani, és ezt annyira tehetem meg, amennyire éppen a társaságnak az erejéből, lehetőségéből telik. Egyelőre kertmozikat alapítunk, és aztán megyünk tovább. Ha találunk olyan ingatlant, ahol be tudunk még vackolni egy pár mozigéppel, meg székekkel, meg mozivászonnal, akkor azt meg is csináljuk.